Mint azt Földváriné Simon Ilona Anna igazgatóasszonytól megtudtuk, az alsóban osztályonként szülők nélkül tartották a jelmezes felvonulással, vicces ügyességi játékokkal, tánccal a farsangi délutánt. Az alsó tagozat keretében úgy beszéltük meg a tanítónénikkel, hogy minden osztály külön tartja, külön időpontban. A felső tagozat egy kicsit másképp csinálja a diák önkormányzat vezetésével, mert ők egyben a Calvin út 2-es számú székhelyünkön, ma délután szintén, ők is farsangon vannak. A felsős osztályok egy napon a Calvin 2-es iskolaépület tornatermében farsangoltak, az óvodások pedig farsangfarkán, azaz február 21-én tartották a vidám mulatságot. Nagyon-nagyon sokan felöltöznek, tehát alsóban szinte mindenki. Mindenkit felöltöztetnek a szülők, kérdésüknek megfelelője, ugye ki milyen maskarában öltözik. Hát nagy munka ez a szülőknek, mert vagy el kell készíteni, vagy meg kell vásárolni. Ezt szeretném megköszönni a kedves szülőknek, illetve azt a sok süteményt, valamint fánkot, amit egy-egy osztályfarsangra beküldenek, még amellett, hogy az SNKFT is mellénk állt, és süti a fánkot, mind az óvodában, mind pedig az iskolában. A farsangi fánkok elfogyasztásával majd táncházzal ér véget a farsangi móka.